Köszöntöm a Zsolca Televízió nézőit. Adásunkat a UPC Felső Zsolca és Angai kábelhálózatán követhetik nyomon. A Közelkép című magazin műsorunk első felében beszámolunk a Felső Zsolcai Képviselőtestület legutóbbi üléséről. Ezt követően pedig az AMK alapfokú művészeti iskolájának tanévzáró ünnepségéről láthatnak összefoglalót. Kisorsoljuk a játékunkban résztvevők között az idei városnapokon fellépő bikini együttes koncertjére szóló jegyeket, majd rövid balatoni hajókázásra invitáljuk nézőinket. A helyi hírek események összefoglalója után is érdemes lesz velünk maradni. A Kaleidoszkópban az ország és a nagyvilág érdekességeit gyűjtöttük csokorba ezen a héten is. Adásunkat pedig az Innovatív című magazin műsor zárja. Tartsanak velünk! Június 23-án tartotta soros ülését Felső Zsolca város képviselő testülete. Mai műsorunk első felében a grémium üléséről készült összefoglalót láthatják. Június 23-án a Városháza dísztermében tartotta soros ülését a testület. A meghívón 14 napirendi pont szerepelt, ám ezt már rögtön az ülés elején újabb napirendi ponttal egészítette ki a polgármester, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről számolt be az első napirendi pontban a képviselőknek. Soltész Viktor halálával az ügyrendi bizottság új tagot választott. Dr. Balla Orsolya személyét egyhangulag támogatták a képviselők, így a fiatal kora óta a város közéletében szerepet vállaló jogász le is tette hivatali esküjét. Én, Dr. Balla Orsolya. Esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek. Esküszöm, hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz hű leszek. A képviselők elfogadták a közoktatási feladatok ellátásáról és az Általános Művelődési Központ intézményi minőségirányítási programjának megvalósításáról szóló beszámolókat, valamint az esélyegyenlőségi terv megvalósításáról szóló tájékoztatót is. A Zsolca TV kamerája előtt is ezekről kérdeztük az AMK igazgatóját. Próbáltuk a négy közoktatási feladatot ellátó intézményegység munkáját, és a őket kiegészítő nevelési oktatási feladatokat segítő közoktatási intézmények mellé álló közművelődési intézmény és a könyvtár feladatainak az összegzését egy csokorba kötni. Ebben a személy és tárgyi feltételekről, a szakmai munkáról szóltunk elsősorban. Nyilván minden évben meghallgat minket a képviselő testület, hisz a döntéseiben nagy mértékben hozzájárul az, hogy eredményes-e az a munka, ami Felső Zsolcán folyik, amihez ő a pénzét adja. Hisz sok önként vállalt feladatunk van, óvodától kezdve, művészetiskola, múzeumig bezárólag. Nyilván azon vagyunk, hogy az ide járó gyerekek mindent megkapjanak, amit mondjuk egy nagyobb városba járó gyerekek kapnak. Pénz, paripa, fegyver, szokták mondani. Megvan akkor? Annyi, mint másnak, megvan. Mindig Felső Zsolca minket támogatott a fenntartó, ez remélem, hogy ezután is így lesz. Nagyszerű kollégákkal dolgozok, a szülői háttér megvan, segítő háttér. Én úgy gondolom, a társintézmények is maximálisan mellénk állnak, és azt hiszem, hogy ez kell a jó munkához. Néhány hónappal ezelőtt itt az esélyegyenlőségi terv elfogadásakor heves vita alakult ki, most erről is szólt a beszámoló. Igen, az esélyegyenlőségi terv megvalósításáról kellett első részbe beszámolnunk. Kollégáimmal együtt vallom, hogy azokat a gyerekeket, akiknek egy kicsit az esélyei hátránnyal indulnak, fel kell emelni, fejleszteni kell. Ugyanakkor, akik jó eséllyel indultak a közoktatási feladatoknak a elsajátításához, azokat pedig még tovább kell emelni. Ehhez a két tanítási nyelvű oktatás, az informatika oktatás, a művészeti nevelés és oktatás megvan. Ugyanakkor ezekkel az esélyekkel élhetnek azok a gyerekek is, akik bizonyos hátránnyal indulnak. A felzárkóztatások során őket is próbáljuk, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni tudjanak. A családban lévő esélyegyenlőtlenségeket azokon mi nem tudunk javítani. Vokációt kiáltanak most már a diákok, és hamarosan a pedagógusok is. Mit üzen nekik innen a képernyőről? A gyerekek már otthon töltik a megérdemelt pihenésüket, a felnőttek mozzárják be a naplókat, a bizonyítványokat teszik a páncélszekrénybe, mindenkinek jó pihenést kívánok. És egyben a Zsolca TV munkatársainak is, akik végigkövették egész évben a mi rendezvényeinket,
és ezzel is informálni tudtuk a lakosságot, a gyerekeket, úgyhogy várjuk jövőre őket vissza az új tanévbe, megerősödve, kipihenve és újult erővel. A testület módosította az általános művelődési központ szervezeti és működési szabályzatát és annak házi rendjét is. A 7. napi rendi pontban a pénzügyi bizottság munkájáról készült beszámolót tárgyalták, majd fogadták el. Döntöttek az idei költségvetés módosításáról, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendeletnek a módosításáról, és a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról is. Ezeket a Zsolcai Hírmondók következő számában olvashatják. A képviselőtestület a helyi díjtételek módosításáról és a rendezvények háza bérleti díjának változásáról is döntött. A GAMESZ együttműködési megállapodásának módosítását és a közbeszerzési szabályzatának elfogadását követően megszavazták az ivóvízszolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását is. Az ülésen is elhangzott, hogy június 24-ével kezdetét veszi a 12. városnapi rendezvény sorozat. A programokat ezúttal a polgármester ajánlja nézőink figyelmébe. Ha struktúrában hasonló is a korábbi évekhez, vagy elmúlt évek, ez, hogy igyekeztünk változatos közönség több rétegének érdeklődési számottevő programokat kialakítani, azért én remélem, hogy szép számban fognak most is eljönni. Vannak kívülről hozottak, vagy olyan rendezvények, például az amatőr kerékpáros bajnokság, amelyek a megyei szövetség kért fel, hogy adjunk helyszínt. Örömmel tettünk ennek eleget, és büszkék is vagyunk arra, hogy több tekintetben a környéken a legalkalmasabb helynek Felsőzsolcát tekintették. Szeretném megemlíteni azt is, ha bár ez nem közönség csalogató vagy közönség vonzó, de meglátogatnak minket a testvértelepüléseink is, leghamarabb Magyar Kanizsáról érkezik a tavaly választott új polgármester, illetve helyettese. De hát tudomásom szerint jönnek Viskra is, körülbelül 5-en, illetve Király Helmecről. A szombat délutáni program, ami a legváltozatosabb, és reményeink szerint szép számú közönséget fog vonzani, ez egyrészt hagyományosan a sportpályán, illetve az ott lévő színpadon labdarúgó meccs, nosztalgia és operett dalok, miskolci művészekkel, Maksa Zoltán humorista bűvész is lesz. Fizetős lesz a sportcsarnokban a bikini koncert, kíváncsian várjuk, hogy az első úgymond rangos zenekarnak milyen lesz itt a fogadtatása, Zsolcaiak, illetve a könnyebbek részéről, és hát tűzijáték zárja a nap programját. Vasárnapi dalos találkozó, körülbelül hagyományos kórusokat, dalköröket hívta meg a férfi népdalkör, 12 szám szerint, tudomásom szerint mindannyian eljönnek, ez ismét a sportcsarnokban lesz, reméljük, hogy a hangulat és a dal éneklés színvonala korábbi évekhez hasonlóan szintén jó lesz. A Városnapok részletes programja egyébként a Zsolca TV képújság oldalain is olvasható. Véget ért a 2008-2009-es tanév, az AMK alapfokú művészeti iskolájának tanévzáró ünnepségén idén is házi koncerttel búcsúztatták a diákok a tanévet. Így csengette ki az AMK alapfokú művészeti iskolájában a 2008-2009-es tanévről. A művelődési házban tartott tanévzáró rendezvényen a diákok a színpadon a szülők és a tanárok előtt adtak búcsúkoncertet. Én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas évet tudtunk ebben a tanévben is zárni, hiszen rengeteg programon vettünk részt, rengeteg zenei rendezvényen, találkozón, illetve már országos versenyre is eljutottunk, illetve, ami nagyon fontosnak tartom, hogy országos döntőbe is bejutottak növendékeink, és nagyon szép sikerrel megállták a helyüket, 2/4 helyezést értünk el. Hangszerparkunk ebben a tanévben óriásit fejlődött, hiszen tudtuk fejleszteni a különböző hangszeres termeinket, hangszigeteltük, hangszereinket is fejlesztettük, vásároltunk, nem egy új hangszert, illetve a Honvédelmi Minisztérium által jelen pillanatban már 14 hangszerrel is tudtuk bővíteni a hangszerparkunkat. Az ember elérte azt, hogy a gyerek már első éven túl van a zenei tanfolyamon, meg már megszólalni se tudok.
Na, jó érzés. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen jól megy nekik, és szeretik csinálni. Tehát, tényleg örömmel mennek próbára, és örömmel gyakorolnak, otthon is, itt is. És hát láthattuk a produkciót, tehát az önmagáért beszél, úgyhogy mindenképpen büszkeséget érzünk. Az idei év nekünk nagyon jól sikerült, mert a nagyfiunk negyedik lett az országos versenyen, Orosz Tamásról van szó, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, meg a kisebbikre is, aki készül majd a zenekarba. A tanévzáró ünnepségen külön is jutalmazták az iskola azon növendékeit, akik kimagasló eredményeket értek el, vagy részt vettek zenei versenyeken. Volt, aki 12 esztendő után most búcsúzott az iskolától, ahol ez idő alatt több hangszeren is megtanult játszani. Minden tanévben úgy átlagosan 4,7 és 4,8 között van az összes tanszakon a tanulmányi eredmény. Ez azt mutatja számunkra, hogy a gyerekek szorgalmasak, ügyesek, szívesen járnak ide zenélni, és hogy a tanárok is nagyon-nagyon felkészültek, és igényesen tanítják növendékeinket. Én furulyán kezdtem, aztán zongorát felvettem hozzá, úgyhogy párhuzamosan kettőt csináltam. Aztán megtetszett a gitár, úgyhogy abba is belekezdtem. Közben a furuját befejeztem, úgyhogy maradt a gitár és a zongora. És így utolsó évben már a zongorát fejeztem csak be, de egyébként játszottam a fúvó zenekarban is, mikor még megalakult kis dobon játszottam, mivel ugye olyan hangszeren nem játszok, ami egy fúvó zenekarba kellene. De hát igen, úgyhogy most fejeztem be a zongora tanszakomat. Ennyi év és ennyi hangszer után az ember azt gondolná, hogy zenei pályát választasz. Hát sajnos nem azt választom, bár választhattam volna, de akkor már hamarabb el kellett volna komolyan, tehát eléggé komolyan azzal foglalkozni, hogy felvételt nyerjek, de más felé kacsingatok. A zene szeretet marad akkor? Marad természetesen. Egyébként az iskoláról mi a véleményed? Én nagyon szerettem ide járni, nagyon, hát ismerünk mindenkit, ugye elég szűk közösség, úgyhogy jó barátok vagyunk, ugye nagyon jó volt mindig ide jönni. Mit ad a zene az embernek? Hát ez egy nehéz kérdés. Szerintem remek kikapcsolódás, tanít is, és mivel ezt lehet többen csoportosan csinálni együtt barátokkal, így nagyon jó szórakozás is. Ezt a zenét ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert mint tudjuk, ez nem csak a zenéről szól, hanem egyáltalán a műveltségtől kezdve nagyon sok mindent magában foglal, meg hát barátokat is. Úgyhogy hát nekünk egyértelmű volt, hogy minden gyerekünk zenét fog tanulni. A gyereknek mennyire tanulás és mennyire szórakozás ez? A mi gyerekeinknek inkább szórakozás, nálunk soha nem volt az, hogy most gyakorolni kell, sőt, inkább mai napig az van, hogy ne fújjatok már annyit, a kisebbik fiunk trombitál, a nagyobbik pedig baritonkürtön játszik, úgyhogy nálunk elég mozgalmas az élet. Intelligenciát ad a gyereknek, több mindenhez fog érteni. Azért más, aki már zenét tanult, annak teljesen mások a későbbiekben a felfogá, a hozzáértése bármihez is. És hogy vannak megelégedve az iskolával? Nagyon meg vagyok elégedve. Hasonlóan tartalmas tanévet tervezünk már most az én fejemben. Újabb ötletek vannak, illetve már olyan programok is vannak, amik szervezés alatt állnak novemberben. 3 megye részvételével lesz régiós trombitás találkozó itt nálunk, illetve tervezünk majd önálló fuvózenekari koncertet. Készülünk újabb versenyekre, újabb megmérettetésekre, úgyhogy megint újból a zenéjé lesz a főszerep a következő tanévben. Thank you.
Az AMK zeneiskolája idén ismét nyári tábort szervez. Most újból Bogácson szervezzük a nyári zenei táborunkat, ezelőtt 2 évvel, ott tartottuk már is, annyira jól sikerült, és a gyerekek nagyon-nagyon vágynak, illetve mi felnőttek is, hogy most augusztusban készülünk ismét Bogácsra, várunk mindenkit szeretettel, aki szívesen fürdőzik, hiszen a strandon fogunk zenélni, fellép a fuvózenekarunk és a csengettyű együttesünk is. Erről természetesen a Zsolca TV kamerája sem hiányozhat majd. Múlt heti adásunkban Papp Ferenc ismertette nézőinkkel is a Városnapok programsorozatának eseményeit. Az adásban akkor játékra invitáltuk nézőinket. 3 kérdés hangzott el, hány éve város Felső Zsolca? A helyes válasz 12 év volt. A második kérdés úgy hangzott, hogy ki az a költő, aki az 5. és 10. évfordulóra is verset írt a városról. A helyes válasz Fecske Csaba költő volt. És végül a 3. kérdésünk az volt, hogy a Beatrice együttes koncertezette a városunkban, és ha igen, mikor. Nos, erre a helyes válasz természetesen az volt, hogy igen, koncertezett pontosan 2 éve, 2007. június 23-án. Játékunkra 14 megfejtés érkezett, 4-en azonban nem válaszoltak mindhárom kérdésre pontosan, így most 10 helyes megfejtés beküldői között sorsoljuk ki a Bikini Együttes június 27-i koncertjére szóló jegyeket. Lássuk tehát a 3 nyertest. Janka Nóra. Pálházi Dezső. És Apostol Attila. Tehát Janka Nóra, Pálházi Dezső és Apostol Attila, gratulálunk! A város és a térség eseményeinek híreinek összefoglalójával, a Közelkép újabb adásával egy hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Az elkövetkezendő percekben zenés balatoni kirándulásra invitáljuk Önöket Orosz Miklós kisfilmjével. Ezt követően belenézünk a Kaleidoszkóba. Az ország és a nagyvilág érdekességeit bemutató kisfilm összeállításunk után a térség innovációs híreit gyűjtöttük egy csokorba az Innovatív című magazinnal, ami egyben zárja is az eheti adásunkat. Tartsanak velünk továbbra is!
Önök még mindig a Zsolca TV adását látják, de ez itt már a Kaleidoszkóp. Benne az ország és a világ érdekességeit bemutató kisfilmekkel. Mai adásunkban foglalkozunk az anyajegyekkel, ellátogatunk a Dunántúl legnagyobb méhészeti üzemébe, de láthatnak majd egy kisfilmet a banáról és a tejcukorról is. Tartsanak velünk! Anyajegye mindenkinek van, ami az esetek többségében semmilyen egészségügyi problémát nem okoz. Ez a bőrszöveti elváltozás már embriókorunkban kialakulhat, de születésünk után is szerezhetünk újabbakat, elsősorban akkor, ha sokat napozunk. Most következő filmünk az anyajegyek veszélyeire is felhívja a figyelmet. A testünk legkülönbözőbb pontjain található anyajegyek száma akár a százat is meghaladhatja. Az ősi néphit szerint az anyajegy akkor keletkezik, amikor a kismamához hozzádobnak egy gyümölcsöt. Ha utána kap, akkor a gyümölcs formája kirajzolódik gyermeke bőrén. Ugyanezt történik abban az esetben is, ha a várandós anya megijed valamitől. A középkorban a két mell között megjelenő anyajegyeket a boszorkányság jelének tekintették. De vajon ezek a kis sötét színű foltocskák, melyeket anyajegynek hívunk, valóban az anyától származnak? A válasz nem. Az anyajegyet nem lehet örökölni. Az anyajegy nem más, mint a bőr szövetbeni elváltozása, lényegében egy bőrhiba. Az anyajegyek szövetszaporulatok, amelyek vagy az intrauterin, tehát még a terhesség alatt alakulnak ki, vagy pedig az életünk folyamán keletkeznek napfény hatására. Ez a bőrszöveti elváltozás tehát már embriókorunkban kialakulhat, de születésünk után is szerezhetünk újabbakat, elsősorban akkor, ha sokat napozunk. A két típus között azonban szerkezetileg és élettanilag nincs különbség. Kialakulásakor tulajdonképpen az történik, hogy a színanyagot hordozó pigment sejtek rossz útra tévednek, és egy ponton összecsomósodnak. Az anyajegy mérete lehet egy tűszúrásnyi, de akár több centiméter átmérőjű is. Testünk bármely részén megjelenhet. Megfigyelések szerint leggyakrabban a törzsön alakulnak ki az anyajegyek. Kevésbé jellemző a végtagokon, ám ezek hajlamosabbak rosszindulatúvá válni. Az anyajegy komoly veszélyt jelenthet az ember egészségére, mert a sejtburjánzás hatására elrákosodhat, ezért évente legalább egyszer érdemes szűrésen részt venni. Bőrrákban ma 100 000 ember közül 12 hal meg. Az elváltozott anyajegyek egynegyed részben okai ennek a szörnyű betegségnek. Az az anyajegy, amelyik elkezd viszkedni, ott már egy gyanú fel kell, hogy merüljön a betegekben. A formája elváltozik az anyajegyeknek, esetleg kicsit kiemelkedik a színében, barnás, sötétebb barnás, világosabb foltok jelennek meg. Ez a digitális dermatoszkóp a klasszikus bőrvizsgáló berendezéssel szemben 30-szoros nagyításban fényképezi le az anyajegyet. Így jól láthatóvá válnak az elváltozások. A képen most egy rákos anyajegy látható. Szélei nem határolódnak el szabályosan, jól kivehetők a különböző árnyalatú foltok is, amelyek szintén a bőrrák, azaz a melanóma jelei. Ha időben ellátjuk ezeket a veszélyes anyajegyeket, amikre vannak bizonyos jelek, amik arra utalnak, hogy megindul a rossz indulatúság felé, és ezt eltávolítjuk, akkor ebből nem fog melanóma kialakulni. Az anyajegy gyakran van olyan helyen, ahol folyamatos dörzsölés érheti. A gyulladás megelőzése érdekében ilyenkor is ajánlatos inkább eltávolítani. A beavatkozást helyi érzéstelenítésben végzik. Az anyajegyet épp bőrszegéllyel metszik ki, így lényegében egy biztonsági zónával távolítják el, majd a sebet bevarják. A kimetszett anyajegyet szövettanilag is megvizsgálják, hogy kizárják vagy éppen megerősítsék a sejtburjánzás gyanúját. Az anyajegyre már csak pici heg emlékeztet majd. A veszélyforrás pedig megszűnt. Az anyajegy azonban nem csak egy egyszerű bőrhiba, hiszen a nyugati kultúrában a szépség jelképe is lehet. A modelliparban mégis örökös dilemma marad, el kell-e távolítani, vagy sem. Őskori barlangrajzok tanúsága szerint a méhek és a méz már több évezrede megjelentek az ember életében. A mézet ma is szívesen fogyasztják számtalan jótékony hatása miatt. A keleti kultúrákban a méz egyedülálló módon a mai napig kettő szerepet tölt be, gyógyszer és egyben élelmiszer is. A Dunántúl egyik legnagyobb méhészetének szakembere most a mézpergetés rejtelmeibe vezeti be önöket.
A méz a természet különleges ajándéka. Színe, illata és aromája attól függ, hogy milyen növényről gyűjtötték a méz alapanyagát. Hazánkban a méhek több százféle növényt kedvelnek. Legismertebb mézfajták az akác, a repce, a hárs, a napraforgó és a gesztenye méz. A méz a természet terméke, és hát attól jó, hogy a természet savaborsa bekerül a kaptárakba, a méhecskék kiszállnak, és a természetben található összes ilyen édes nedvet behordják, lekonvertálják egyszerű cukorrá, tehát glukózzá, illetve fruktózzá, szőlő, illetve gyümölcscukorrá, és ezt megérlelik, és tárolják ezekbe a méh sejtekbe, lefedik, ettől a méz korlátlan ideig eláll. A tömény mézben nem képesek az élesztők és a mikroorganizmusok elszaporodni, így ez a cukros oldat nem romlik meg. De mi az a mézpergetés? Mi a dolga a méhészeknek? Kérdésünk megválaszolásában Farkas Gábor volt a segítségünkre. A Dunántúl egyik legnagyobb méhészete a Tatai tó mellett működő farkas méhészet. 1990 óta 200 méhcsalád tavasszal kezdődő vándorlását követik itt nyomon, gyűjtik össze a mézüket, hogy kiváló termékeket kínáljanak a vásárlóknak. A mézpergetés egy szertartással kezdődik. A kaptárak kinyitásakor a méhész először befüstöl a méheknek. Amikor erdőtüzek voltak, megérezték, hogy tűz van, teleszívták magukat mézzel, és így bármikor ki tudtak szállni a lakóhelyükről, és egy újat tudtak keresni, és az ösztön ez ma is működik náluk. Tehát, ha füstöt észlelnek, akkor bebújnak a sejtekbe, teleszívják magukat mézzel, kicsit elnehezednek, megnyugszanak, és akkor könnyebb őket kezelni. A méhészek ezután osztályozzák a lépet tartalmazó kereteket. Van, amelyik télire bent marad a kaptárba, ugyanis a méheknek virágpor hiány szükségük van élelemre. A többi keret a pergető sátorba gondos kezek közé kerül. Ezeket a viasz sejteket leszedik a hölgyek, és beteszik ebbe a pergetőbe, ahol a centrifugális erő kihajtja a mézet, kicsorog, és akkor belecsorog ebbe a nagy teknőbe, és beleöntjük a hordóba. Őskori barlangrajzok tanúsága szerint a méhek és a méz már több évezrede megjelentek az ember életében. A mézet ma is szívesen fogyasztják számtalan jótékony hatása miatt. A keleti kultúrákban a méz egyedülálló módon a mai napig kettős szerepet tölt be. Gyógyszer és egyben élelmiszer is. A méz számos értékes anyagot tartalmaz. B-vitaminokat, biotint, C-vitamint, ásványi anyagokat, nyomelemeket, 10 életfontosságú eszenciális aminósavat, enzimeket, hormonokat és antibakteriális anyagokat. A méz fajtájától függően idővel megsűrűsödik, kristályosodik. Ez függ a méz szőlőcukor és gyümölcscukor arányától. 17 és 19 százalék víztartalma van általában a mézeknek, és ez tényleg több ezer évig eláll. Állítólag a fáraók sírjából szedtek ki mézet, ami igazából annyi különbség volt, hogy megkristályosodott. Ez a méznek egy természetes változása. Ettől a méz épp annyira finom, ha finoman hőkezelve van, akkor ugye visszanyeri a folyós állagát, és ugyanúgy élvezhető. Érdekesség, hogy egyes kultúrákban nem a folyékony mézet fogyasztják. Északon a skandinávok nem is nagyon szeretik a folyékony mézet, ők ilyen kristályos formában fogyasztják, kipergetéskor kiöntik ilyen nagy edényekbe, vagy tálcákba, és akkor szeletelik, mint a késsel vágják, amikor megkristályosodik. És akkor úgy használják édesítésre. A méz az egyik legjobb érv amellett, hogy nem csupán egészséges, de akár gyógyhatású is lehet az, ami finom. Az Info 24 TV méhészének ajánlata. Minden nap fogyasszon egy kanál mézet. A hűvös napok közelettével a teát, cukor helyett így a mézzel. Egészségesebb és finomabb lesz. Mézzel is édesítse meg minden napját. A banán őshazája Dél-Kelet-Ázsia, de a görögök időszámítás előtt 333-ban már ismerték. Plinius elbeszélése szerint Nagy Sándor katonája is megkóstolták indiai hadjáratukon a banánt. Ajánlható gyomorfekében szenvedőknek, ugyanis az orvostudomány gyógyhatásúnak tartja. A, U, E vitamint, vasat, rezet, jódot, mangánt és foszfort tartalmaz. Jelentős szénhidrát tartalma miatt fogyókúrázóknak azonban nem ajánlott.
A 10 000 éves banán a történelem során egyszer már hiányzott asztalunkról, és ma is ez a veszély fenyegeti. A múlt század elején a legközkedveltebb, ma már ismeretlen Gros Michel fajtát egy súlyos gombás betegség írtotta ki. A termesztőknek hosszú évekre volt szükségük egy újfajta nemesítéséhez. A Cavendish 15-20 éven belül a világon a legelterjedtebb lett, ma is ezt esszük. A sárga gyümölcs Afrikában és Ázsiában félmilliárd ember számára nélkülözhetetlen alapélelmiszer, olyan nekik, mint nálunk a krumpli vagy az alma. A banán ugyanis fehérjében kétszer annyira gazdag, mint más rokonai. Szénhidrát tartalma 3-4 is meghaladja az átlag gyümölcsökét, zsírtartalma pedig szinte minimális 0,1%. Magyarországon a banán inkább csak desszertnek számít, de nem csak az édes íze az egyedüli jó tulajdonsága. Ez kicsit tudjuk hasonlítani a csokoládéhoz is. Jó kedvet teremt, boldogsághormon szintet neveli, illetve a szénhidrát tartalma miatt is, miután könnyen felszívódó szénhidrát, könnyen mozgósítható energiát ad, napkedvünk lesz, energikusabban fogunk mozogni. A banán a közhiedelemmel ellentétben nem fa, hanem a legnagyobb látszárú növény, ami akár a 15 métert is elérheti. Magyarországra közép- és dél-amerikai ültetvényekről érkezik. Itt zölden szüretelik és hűtés nélkül hajón szállítják Európába. A banánt mindenféleképpen hamarabb leszüretelik, tehát nem kapja meg azokat az ásványanyagokat, napfényt, vizet, ami által kialakulhatna a tápanyag tartalma, tehát ásványanyag tartalma, szénhidrát tartalma, fehérje tartalma valószínűleg picit kevesebb lesz, mint a napon érlelt, érett állapotban leszedett banáné. Az érlelésen kívül azonban nincs más lehetőség, hiszen ha éretten szednék le a banánt, nem bírná ki a hajóutat, elrohadna. A történelem úgy tűnik megismételheti magát. A Gros Michel után ugyanis a nálunk kedvelt, genetikailag elaggott Cavendish fajtát is gombás betegség fenyegeti. A Cavendish ugyanis magtalan banán, így képtelen genetikailag fejlődni, a környezetéhez alkalmazkodni. Vannak olyan típusai a Cavendishnek is, amely érzékeny gombabetegségre, ilyen a legutóbbi időben fölbunkant úgynevezett sigatóka nevű kor, amely a banán leveleit támadja meg, és gyakorlatilag ezáltal az ültetvényeknek a termés mennyiségét mintegy 50%-ára csökkenti, és pár éven belül fel kell hagyni a különböző monokultúrákkal. 12 ország kutatói alkották meg a gyümölcs teljes genetikai térképét. Ezzel a betegeskedés miatt háttérbe szorult fajtákat is képesek a kutatók úgy befolyásolni, hogy az ültetvényeken újra megjelenjenek, a meglévők pedig ellenállóbbak legyenek. Reméljük, az egyedülállóan édeskés Cavendish eredményesen veszi fel a harcot a fertőzésekkel. Hazánkban minden harmadik ember tej, azaz laktóz érzékeny. Érdekes, hogy az afrikai fekete lakosság 75%-ánál hiányzik a tejcukor megemésztéséhez szükséges enzim. Ez az aránya a dél-kelet-ázsiaiaknál pedig még magasabb, a lakosság majdnem 100%-át érinti. A tejérzékenyeknek ad jó tanácsot dr. Török Attila, gasztroenterológus. Napi egy pohár tej az egészséges táplálkozásunk nélkülözhetetlen része. A tejcukor érzékenyeknek viszont már ez a mennyiség is méreg lehet. Ugyanis hiányzik a szervezetükből a laktáz nevű enzim, ami a tejtermékekben megtalálható tejcukor felszívódását segíti elő. Amikor a tejcukor nem tud bomlani, ennek megfelelően nem tud felszívódni a szervezetbe, akkor bomlatlanul megy keresztül a tápcsatornán. A szervezet számára tehát nem hasznosítható. A betegség legfőbb tünetei a hasmenés, hasgörcs, puffadás, hányás. Hazánkban minden harmadik ember tej, azaz laktóz érzékeny. Érdekes, hogy az afrikai fekete lakosság 75%-ánál hiányzik a tejcukor megemésztéséhez szükséges enzim. Ez az arány a dél-kelet-ázsiaiaknál pedig még magasabb. A lakosság majdnem 100%-át érinti.
Mivel az anyatejben is megtalálható a tejcukor, ezért a leginkább veszélyeztetettek azok a csecsemők, akik tejérzékenységgel születnek. A laktózérzékenység genetikailag kódolt, vagyis mindkét szülőtől az ezt hordozó gént kell örökölni ahhoz, hogy az utód ebben az enzimhiányos betegségben szenvedjen. A másik kialakulási formája, és ez a gyakoribb, amikor 3-6 éves kortól folyamatosan csökkenni kezd, majd megszűnik a laktáz nevű enzim aktivitása a szervezetben. De felnőtt korban is kialakulhat valamilyen betegség következtében. 19 évesen derült ki, hogy laktózérzékeny vagyok, és úgy derült ki, hogy hasmenésem volt, hánytam, és nem tudták pontosan ennek az okát. Utána ez annyira súlyossá vált ez a helyzet, hogy kiszáradtam, és kórházba kerültem kivizsgálásra. Bernadetten hosszas kivizsgálások után elvégeztek egy úgynevezett hidrogéntesztet, aminek segítségével pontosan kimutatható a tejcukorérzékenység. A vizsgálat során a betegnek először bele kell fújnia ebbe a műszerbe, ami a kilélegzett hidrogéngáz mennyiségét méri. A kijelzőn megjelenő számot a későbbiekben alapértéknek tekintik. Ezt követően egy magas tejcukor tartalmú italt itatnak a pácienssel. Majd 15 perc elteltével ismét megmérik a kilélegzett hidrogéngáz mennyiségét. Ezt 8 alkalommal ismétlik. Majd összevetik a kapott értékeket. Amennyiben a kilélegzett hidrogén szintje az 5. fújás után 30 és 100 közötti értéket mutat, biztos, hogy tejcukor érzékenységgel állnak szemben. A tejcukor érzékenységben szenvedőknek meg kell válogatniuk, mit helyeznek a kosarukba egy vásárlás alkalmával. Ugyanis nem csak a tejtermékek, hanem az édességek és a felvágottak is tartalmazhatnak laktózt. Azonban nem kell mindenről lemondaniuk, hiszen számos olyan élelmiszer kapható már, aminek a tejcukor tartalma alacsony. Akik ebben az enzimhiányos betegségben szenvednek, de nem akarnak lemondani napi tejadagukról, azoknak egy tabletta a segítség. Nálunk is kapható rágótabletta, aminek az elrágását követően a tejjel, illetve tejcukorral készült élelmiszerek lényegében panasz nélkül fogyaszthatók. A betegség egyre több embert érint, ugyanis az élelmiszerekben található tartósítószerek hozzájárulnak a laktáz enzim csökkenéséhez. Ezt jelzi, hogy Magyarországon az elmúlt 30 évben megduplázódott a tejcukorérzékenységben szenvedők száma. Ezzel már a véget ért a Kaleidoszkóp a világ és hazánk érdekességeivel. Egy hét múlva várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra! Üdvözlöm nézőinket! Önök az Innovatívot, az Észak-Magyarországi Régió innovációs magazinját látják. Mai műsorunkban az ipari parkokkal foglalkozunk. Tudják önök, hogy melyik a három megye egyik legrégebbi és az egyik legfiatalabb ipari parkja? És hogy Ózdon hozták létre az országban az egyik legelső inkubátorházat? A részletekért tartsanak velünk! Ózd gazdaságát 150 éven keresztül a nehézipar határozta meg. Az 1980-as évek második felétől a nehézipar hanyatlása miatt nehéz helyzetbe került a térség. Minden bányászati üzem bezárt, megszűnt a nyersvas és az acélgyártás. 20 év alatt 15 ezer ember vesztette el munkahelyét, nem csoda tehát, hogy gazdasági, foglalkoztatási és szociális krízis alakult ki a városban és az összesen 80 ezer fős kistérségben. A város a megoldás lehetőségeit mérlegelte. A válságból történő kilábalásnak két útja került meghatározásra. Egyik egy korszerű, versenyképes acéliparnak a megtartása, kiépítése. Ez gyakorlatilag meg is történt. Tehát a korábban a város szívében működő üzem helyett a város egy
városrészben, centerben épült egy mini acélmű. Ez azonban a korábbi 13 ezer fő helyett ma is működik, de 500 fővel. A másik kilábalási lehetőség, ami fölmerült, a város szívében található egykori 70 hektáros területnek a rehabilitációja, ipari parkká történő kialakítása, új termelői szolgáltató vállalatoknak a területre történő betelepítésével. Gyakorlatilag ezek az ipari parki munkálatok 1995-ben kezdődtek meg, akkor alakult meg az Ózdi Ipari Park Kft. Is, ami gyakorlatilag menedzseri ezt az egész Ózdi Ipari Park projektet. A korábbi foglalkoztatási létszám visszaállítása ugyan nem sikerült, de az országban első között ipari park címet elnyerő társaság több mint 100 vállalkozással büszkélkedhet. Ez a 70 hektáros terület betelepítettsége 80%-os, tehát körülbelül 10-13 hektár a befektetők számára kiajánlható terület. Gyakorlatilag azt mondom, hogy majdnem sikerült az elmúlt 15 évben betelepíteni a parkot. 130 vállalkozás működik ebben a parkban. Vállalkozások száma ugye nagy, de ezek zömmel mikro és kis vállalkozások. Középvállalkozás szinte 2 vagy 3 található ezek közül. A betelepült cégeket úgy tudnám jellezni, hogy az 1/6 az olyan kohászati másod és harmad termékek feldolgozását végzi. Ez nyilván megint a hagyományokra épül. Szeggyártás folyik, heggesztett síkhálógyártás. Másik 1/6 az szakipari munkát folytat, tehát megtalálható itt faipari tevékenységet végző cég, tűzállóanyaggyár, gépi forgácsolást végző vállalkozás vagy acélszerkezetek gyártását végző egyéni vállalkozó. És hát nagyon jelentős, a cégek 2/3 pedig szolgáltató vállalkozás. A vállalkozások megerősödését az ipari park szélén található inkubátorház is segíti, amely 1992-ben, vagyis az országban az első között jött létre amerikai mintára. Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány, és ezen belül is az inkubátorház az az elsők között alakult Magyarországon. Szakemberek az amerikai Pittsburghben tanulmányozták az ottani nehézipar nehéz helyzetéből kivezető különféle lehetőségeket, és ott az egyik válságkezelésnek az egyik vállalkozásokat segítő módja volt az inkubátoroknak a megalakítása, és ezt a módszert próbálták magyarországi helyzetre adaptálni, és ezek között, tehát gyakorlatilag ugye a Nyíregyházi, meg az Ózdi Inkubátorház, az körülbelül egy ilyen egy időben alakult. Az inkubátorház a kedvező bérleti díjakon túl tanácsadással is tud szolgálni. Sőt, a napokban az Európai KKV hét keretében konferenciát szerveztek, ahol a Miskolci Egyetem szakemberei mellett számos más intézet osztotta meg véleményét a cégvezetőkkel a helyi innovációról. Persze az alapítvány indulásakor még a telefonvonal is kincs volt az itt működő vállalkozások számára. Az inkubátorház nem csak arról szól, hogy egyszerűen vállalkozások működtetésére alkalmas bérleti helyiséget biztosítunk a vállalkozók számára, hanem emellé több más szolgáltatás és több más dolog is társul. Az első mindjárt ilyen, hogy azáltal, hogy egy inkubátorban kezdi meg a vállalkozása működését, ezáltal a nevéből adódóan is egyfajta ilyen védettebb környezetbe kerül. Másrészt nem utolsó sorban vállalkozói környezetbe kerül. Nagyon sok esetben az tapasztalat, hogy a vállalkozók egymástól is rettenetesen sokat tanulnak. Na most ez még a mai napig is jellemző, de a 90-es évek elején, amikor pedig a vállalkozások indítása még inkább egyfajta ilyen hályokkovács módszerekkel alakult, éppen ezért még inkább jellemző volt. Azon kívül többfajta szolgáltatást, faxot, fénymásolást, internetet, számítástechnikai eszközöket és így tovább igénybe vehetnek például nálunk, ami mára már lehet mondani, hogy kicsit elértéktelenedett, de mondjuk a 90-es évek elején, amikor indult egy inkubátorház, az mindenképpen egy nagy eredmény volt, hogy a vállalkozónak például volt egy saját telefonvonala, azáltal, hogyha beköltözött hozzánk,
amely telefonvonalat ő megadhatott a partnereinek, tudta intézni rajta a kapcsolatait, őt megtalálták. Ugye az még abban az időben egy jelentősebb segítség volt. A vállalkozói környezeten, meg az egyéb szolgáltatásokon túl tanácsadásban is tudjuk részesíteni a vállalkozókat. Mint ahogy említettem már, ugye egymástól is a vállalkozók tanulnak, de tőlünk itt akár általános vállalkozói tanácsadásban, akár pedig speciális szakmai tanácsadásban részesülhetnek oly módon, hogy az általános témákban legtöbbször ugye minket keresnek meg, és erre van már több évtizedes gyakorlatunk, és ebben tudunk nekik útmutatást adni. Másrészt pedig a speciális szakmai problémájuk megoldásához pedig olyan szakmai szakértőkhöz tudjuk irányítani, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, akikről tudjuk, hogy megfelelő szolgáltatást fognak nyújtani, megfelelő árérték arányon, és ezáltal fogják segíteni a vállalkozást. A jelenlegi bérlő cégek kétharmadának életkora nem haladja meg a 4 évet, a fennmaradó egyharmad régebbi vállalkozás. Ilyen a Strakai Híradástechnikai BT is, amely az első lépcsős műhelyi inkubátorházban működik. 1989-ben mint egyéni vállalkozó kezdtem, és tekercseléssel foglalkoztunk akkor is. A televíziók nagyfeszültségű áramköreihez gyártottunk tekercseket, trafókat. És ezt folytatva tovább, társasági formában 1995-ben alakult a cég, amikor is hasonló módon az ország minden szervizét és nagyobb kereskedőházait, kereskedőit láttuk el tartalékalkatrésszel. Ez a tendencia 2000-es években látszott, hogy kezd lefelé ívelni, mert a televíziók, mert ezek főleg magyar gyártmányú és importból, NDK importból származó televíziókról volt szó, ezek már kiöregedtek, tehát jöttek az új fejlesztésű tévék, meg modernebb tévék, tehát ezeket fokozatosan elmaradtak, így más piac után nézzünk, és akkor egy külföldi partnerrel vettük fel a kapcsolatot, ahol korábban fénycső elektronikához trafókat gyártottunk, tápegységekhez, számítógépekhez. A vállalkozás tavaly télen kinőtte a családi ház alaksorát, ezért olyan épületet kerestek, amely kevés ráfordítással hamar költözhető. Így találtak rá az inkubátorházra. Exportra termelünk, és még a tavalyi év is az olyan volt, hogy nem lehetett érezni azt, hogy itt válság lesz, és bővülnünk kellett. A családi ház alatt lévő alsó szint az már kevésnek bizonyult arra, hogy több gépet be tudjunk állítani, illetve több embert tudjunk foglalkoztatni, ezért kényszerültünk arra, hogy szétnézzünk, hogy hova tudunk költözni. Ennek feltétele volt még, hogy olyan helyet találjunk, ahol rövid idő alatt tudjuk ezt megoldani, mert nem volt arra idő, hogy mi hónapokat várjunk, költözésen, mert a termelés folyamatosságát biztosítani kellett. Hát szétnéztünk különböző épületeket, néztünk meg, és ez az épület, az inkubátor alapítványnak az épülete bizonyult annak, hogy leghamarabb itt fogjuk tudni folytatni a termelést. Mi szeretnénk itt maradni, meg itt lehetőség is van a bővítésre, tehát az egyik szempont az, hogy itt arról van szó, hogy több gépet be kell állítani, akkor nem probléma, mert van még egy felső szint, ami jelenleg nincs kiadva, és hogyha szükség van rá, ígéretet kaptunk arra, hogy azt is bérelni tudjuk. A műhelyi inkubátorház csak 92 és 98 között 65 vállalkozásnak segített elindulni vagy épp fennmaradni. A központban található épület pedig 130 vállalkozásnak adott idáig otthont. Az ipari parkba betelepülő cégek közül egyre többen szolgáltatói tevékenységgel keresik kenyerüket. Az ipari tevékenység az ipari parkban az visszaszorulóban, tehát egyre inkább a szolgáltató ágazat térnyerése figyelhető meg. Ugyanakkor, mivel a park ez a város középpontjában található, gyakorlatilag azt mondom, hogy
korábban is úgy volt, hogy először a gyár épült ki, és a gyár köré települt maga a város. Ezért új igényként fogalmazódik meg egy korszerű, egy 21. századi városarculatnak a megjelenítése. Gyakorlatilag ennek a területnek a városi szövetbe való beintegrálása. Egy tanulmány szerint a jövőben kereskedelmi, kulturális és turisztikai hasznosítás segíteni a park fellendülését, megépülne az észak-déli és a kelet-nyugati összekötőút, megőriznék az ipartörténeti emlékeket, és megtörténne a környezeti kármentesítés, mert hogy a nehézipar nyomot hagyott a város szívében. Itt 150 éven ezen a területen kohászati tevékenység folyt, és gyakorlatilag senki nem vizsgálta, hogy ennek volt-e környezetszennyező hatása, illetve több mint 10 éve ugye megszűnt ez a tevékenység, hogy van-e még esetleg visszamaradt környezetszennyezés. Hát gyakorlatilag mi ezt fölvállaltuk, mert ugye nyilván egy befektetőt érdekli az, amikor ide beszeretne települni, hogy a környezeti állapotok milyenek. Elvégeztük a környezeti alapállapot vizsgálatot, és gyakorlatilag a környezetvédelmi felügyelőség előírásai szerint monitoringkút üzemeltetését írták elő. Egyetlen egy helyen van a talajban és a talajvízben olajszennyeződés, ott kellene műszaki beavatkozást végezni. Tehát azt mondom, hogy a várakozással szemben nagyon pozitív volt már a tekintetben, hogy viszonylag csekély a környezetszennyezés. A Liszkóvölgyben, Sirokban már az 1950-es évektől kezdve működtek gyárak, de ipari park címet csak 2008-ban szereztek az itt tevékenykedő vállalkozások. Összefogás, fejlesztési kedvés, bájos millió, ez jellemzi a siroki ipari parkot. Vége a műszaknak az egyik vállalkozásnál a siroki ipari parkban. Ilyen jelenetek már több mint 50 éve ismétlődnek ezeken az utakon. A Liszkó völgyében az 50-es évek elején 50-52-ben hadipari céget alapítottak, aminek később Mátravidéki Félművek lett a neve. Az első lépésként kimondottan lőszergyártással foglalkozott a cég, aztán az 53-as években egy politikai helyzet fordult, akkor hogy el lehessen dugni a hadipari termelés, polgári termékeket telepítettek ide, ekkor került ide a dobozgyártás, tubusgyártás, az aerozolpalackok gyártása a 60-as évek elején, ipari láncok gyártása, a kerékpárláncok gyártása, a motorláncok gyártása, és tulajdonképpen a 60-as években már mindegyik az előbb felsorolt termékek tömegszerű gyártása folyt a Mátravidéki Félműveknél. A 70-es években akkor volt a nagy fellendülés, hát körülbelül 2500-an dolgoztak itt a völgybe. Sirok községbe a cég akkor épített lakótelepet, művelődési házat, sportlétesítményeket, óvodát, bölcsödét. Ez egészen a 80-as évek közepéig, második feléig tartott. És a 90-es éveket itt is elérte a privatizáció szele, és a 90-es évek 93-92-93-ban megkezdődtek a privatizációs előkészületek. Ekkor már felmerült annak ötlete, hogy létrehozzanak egy ipari parkot, de a felszámoló cég beperelte a vállalkozásokat. Már felmerült a 94-95-ös induláskor is, hogy jó volna a területet ipari parkra nyilvánítatni pályázat útján, mert akkor sokkal nagyobb lehetőségek nyílnak a cégek felé pályázat útján a infrastruktúrális beruházásokra, ezeknek a feljavítására. De sajnos a felszámoló cég, ez beperelte a cégeket, perben álltak egymással, és még a per tartott, addig nem lehetett pályázatot benyújtani ipari parkra. Sajnos ez 10 évig tartott, és 2004-ben zárult le. Akkor kezdődött újra ennek a felmelegítése, a cégek közötti tárgyalások megkezdése, és akkor ezután következett az, hogy elkészült a pályázat, és benyújtották. Tehát akkor itt lényegében egy teljesen más szerveződésről van szó, mint egyébként az ipari parkoknál. Így van, ezt a vállalatok akarták. Tehát a cégek, az itt lévő cégek akarták, hogy azokat a dolgokat, amit az ő profiljukban nem élik, azt nem igazán akarják folytatni. Meg a másik az, hogy ugye itt vannak olyan 50-es években épült hálózatok, vízhálózat, szennyvízhálózat, aminek kemény forintberuházásra szükséges ahhoz, hogy a mai kornak megfeleljenek, ehhez viszont közösen össze kell fogni. A privatizáció
ugye úgy szólt, úgy lehetett ezeket a cégeket létrehozni, hogy az addig térképen nem jegyzett terület, mert ez nem szerepelt a térképen ez a cég, mivel hadipari cég volt. A térképen nem jegyzett területet a cégeknek meg kellett vásárolni. Tehát innétől kezdve vannak olyan szabad területek, amiken épületek vannak, ami alkalmatlan bármire is bontásra, csak bontásra alkalmas. Ezekre a területekre, hogyha ez eltakarítódik a völgyből, azonnal szabad területeké válnak, üzemcsarnokok építhetők. Ha megfelelő infrastruktúrája van, és korszerű infrastruktúrája van a völgynek, akkor ez, és természetesen az eltakarításban, úgy mondjam, erre is megvan a megfelelő beruházási készség, akkor innétől kezdve minden adott ahhoz, hogy új cégeket tudjunk ide csábítani. Jelenleg az alumínium tubosok és aerozol palackok gyártását végző Mátra Metal Kft. Az egyik legnagyobb foglalkoztató. Több mint 300-an dolgoznak itt. A 11-ből 6 soron palackokat állítanak elő. Tavaly 85 millió ilyen terméket készítettek. Többségével a magyar fogyasztó már csak külföldről behozott töltött palackként találkozik. Hogyan is készül itt a hátunk mögött látható csarnokban ez a termék? Ebben a csarnokban két nagy teljesítményű gyártósor van betelepítve. A terméknek, az aerozol palacnak a előgyártmánya a kezemben látható alumínium tárcsa, ami 99,5 tisztaságú, tehát szinte tiszta alumínium. Hidegfolyatásos technológiával, színezéssel, külső-belső bevonatok felvitelével és a legvégén a nyakbehúzásos művelettel kapja a végleges alakját. Ez egy nyomásálló edény, 12-15-18 bar nyomást kell neki elbírnia. A gyártósoron kevesen dolgoznak, hiszen teljesen automata sor, tulajdonképpen felügyeletet végeznek a beállító lakatosaink és ellenőrzik a terméket, hogy a előírásoknak megfelelő-e. A két sor kapacitása 150-es löketszámmal átállásmentesen 24 óra körülbelül 150 ezer darabot tudnak legyártani. Tehát a két sor, hogyha nincs átállás, színátállás, hosszátállás, akár 300 ezer darabot is le tud hozni egy 24 óra alatt. A legtöbb termék az belföldi piacra vagy külföldi piacra? Hát a termékeink 98%-a külföldi piacra megy. A hajfesték, gyógyszer és élelmiszer tubusok 40%-a jut el a magyar piacra. Több közülük igen komoly fejlesztés eredménye. Termékfejlesztések folynak, vagy piackutatás révén a kereskedőink hozzák, hogy ilyenre van igény, és akkor ezt próbáljuk felszerszámozni. Több termékünk magyar nagydíjas termék, több termékünk világ nagydíjas termék, viszont ez annyira speciális terület, hogy ezt nagyon nehéz közhírré tenni, mert az aerozol palack az nem egy olyan, mint mondjuk egy autó. Amire nagyon büszkék vagyunk az, hogy nagyon sok a saját fejlesztésünk. Mérnökeink jól képzettek, és az ő általuk megtervezett szerszámokkal, gépekkel történnek tulajdonképpen a továbblépések. Most ezek, amikor már egy elavult egy gyártósor, akkor mese nincs, beruházást kell elvégezni, és erre történt az a tavalyi évben, meg ezelőtt 8 évvel szintén, hogy gyártósorokat vettünk a tubusüzembe és az aerozol üzembe is. Külön projektben foglalkoznak a területfejlesztéssel az itt lévő cégek. Azt szeretnék a jövőben, ha létrejönne egy az ipari parkot menedzselő, a vállalkozásoktól független szervezet, amely koordinálja a terület életét. Most még az ipari park úgy működik, hogy az itt lévő cégek egymás felé olyan szolgáltatásokat is végeznek, amit egyébként majd az ipari parknak a gazdasági Kft.-jének kellene, hogy szolgáltasson. Most a tapasztalataink nekünk azért nem rosszak, mert ezt csináltuk, csak nem összefogottan. Tulajdonképpen mi összefogottan akarjuk ezt csináltatni valakivel, aki erre specializálódott, és azért ezek a cégek valamilyen formában majd fognak valamit természetesen fizetni. Tehát nekünk nincs rossz tapasztalat, csak nekünk nem volt ipari park a neve. Ennyi történik most tulajdonképpen. De mivel nem volt ipari park a neve, innétől kezdve sajnos ezeket a bizonyos beruházásokat nem tudtuk megvalósítani. Most mi azt várjuk az ipari parktól, hogy ebben legyen egy nagyon nagy előrelépés, hogy ezek a beruházások, hogy a közműveket, a csatornázásokat, a vízhálózatokat, sűrített levegőhálózatokat fel tudjuk újítani, hogy olyan környezetet tudjunk teremteni, olyan feltételeket tudjunk teremteni, hogy legyen értelme annak, hogy ide jön egy cég, és azt mondja, hogy letelepedek és bejövök, és akkor várhatóan a munkaerő felvétel is meg fog történni. A cél végül is az, hogy a területet teljes egészében lefedjék betelepülő cégekkel, és 100%-os letelepülő lefedés legyen. Ez várhatóan, hogy 800 főt jelenthetne néhány éve, mondjuk 4-5 éven belül 800 főre emelkedhetne a mostani olyan 500-550 fős, 600 fős létszám. És azért ez 200 családot érint.
Hallottak már önök a virtuális inkubátorházról, és láttak már fém habtejszint? Rövid híreink következnek. Virtuális kutatásfejlesztés és innovációs inkubátorház létrehozására és működtetésére indul új pályázati projekt a Bajlogi vezetésével az NKTH Baross Gábor program támogatásával. A cél egy olyan virtuális szolgáltató inkubátorház kialakítása az észak-magyarországi régióban, amely webes felületen nyújt segítséget azon KKV-k részére, amelyek új technológiák átvételére és új munkahelyek teremtésére a legalkalmasabbnak bizonyultak. A Bajlogi elképzelései szerint a projekt befejezése után is működne a virtuális háza a vállalkozások hasznára. Fél idejéhez érkezett a Heves megyei Iparkamaránál működő Női Vállalkozói Klub idei rendezvény sorozata, ahol a nők üzleti és személyes sikereinek előmozdítása, a vállalkozás tervező nők támogatása, valamint versenyképességük növelése a legfőbb célkitűzés. A hölgyek az interaktív előadásokon szakemberektől tanulhatnak, a szünetben pedig erősíthetik üzleti kapcsolataikat. A kamara évek óta kötelességének érzi a gyengébbik nem ilyen jellegű támogatását. Mint egy fakultatív kezdeményezés 2005 óta működik a női vállalkozók által önkéntesen megalakult üzleti klub itt a kamarán belül. Ehhez mindig igyekszünk pályázati támogatást szerezni, hiszen a forrás hiány az mindig jellemző. Különböző pályázatokból, de természetesen a kamara saját erejét is mellé téve működik ez az üzleti klub. A programok a humán erőforrás, pénzügy, adózás, szakképzés és marketing kommunikáció témája köré szerveződnek, de most először az e-learninggel is találkozhatnak a résztvevők. A lényeg a vezetői képességek bővítése. Szeretnénk egy csokorba szedni, hogy ma nőként milyen külső nehézségekkel, belső nehézségekkel kell megküzdeni a vezetői szerepkörben. Nyilván nem csak veszélyként, hiszen ha valami veszély, az egyben lehetőséget is tartogat, és szeretnénk ezt csokorba gyűjteni, szeretnénk a vezetői ismereteket gyarapítani, egy tudatos vezetői magatartást fejleszteni. A részletes információkat és a soron következő előadások témáit a www.üzletasszony.hkik.hu honlapon találják meg. Különleges anyaggal kísérleteznek a Baj Zoltán Közalapítvány Miskolci Intézetében. Fémhabokat gyártanak. A fémhabok olyan cellás anyagok, melyeknek térfogatuk legalább 70%-a gáz. Gyártásuk leginkább a kenyérkelesztéshez vagy a sörhab készítéséhez hasonlít. A fémhab úszik a víz tetején, ezért kiváló alapanyaga lehet a hajóknak, de a jövő autóiban is valószínűleg találkozhatunk vele, hiszen egy esetleges karambol sérüléseitől fémpárnák védik majd az utast. A főként alumíniumból készült hab építőanyagként is funkcionálhat, mivel tűzálló, nem eszi meg a szó, és fontos szerepet játszhat a tornádó védelemben, ne beszélve a terrorizmus elleni harcról. Ezeknek az anyagoknak nagy az energiaelnyelő képessége, nagyon jó olyan terrorizmus elleni anyag, ami magát a tankot megvédi, magát az autót megvédi, de volt egy olyan tanulmány, ami még a World Trade Center összeomlását is, ez a Cambridge-i Egyetem által előállított, vagy megfogalmazott tanulmány, ahol a World Trade Centernek az összeomlása és kiküszöbölhető lett volna a szintek közé helyezett fémhab panelekkel. Lássuk, mi is készül egy nem éppen hagyományos konyhában. A fémhabok közül látunk fémhab kenyeret, ahol fém tésztához, amiben bele van a magas hőmérsékletű stabilizáló anyag keverve, és bele van keverve a magas hőmérsékletű élesztő is, aminek a segítségével ezen a hőmérsékleten 700 fokon megkel a fémhab kenyér. De láttunk olyan fém olvadékot, amiben belebuborékoltottunk valamilyen gázt. Én azt mondom, hogy ez a sörhabnak az analógiája, tehát láttunk fém sörhabot is, vagy láttunk fém tejszínhabot, ahol nagyon érdekes eljárással, és mi ebben vagyunk újak, rezgésekkel vittünk bele buborékokat. Mi ezzel az eljárással, ezzel a rezgetéssel fém olvadékba is nagyon apró buborékokat tudunk belevinni. Ez azért jó, mert olyan anyagokat tudunk előállítani majd, és most kicsi méretben már elő tudunk állítani, amiket sokkal biztonságosabban, sokkal
nagyobb energiaelnyelési képességekkel lehet majd felhasználni. Fémhabot ezidáig még nem gyártottak olyan mennyiségben és méretben, amekkorára igény lenne. A jövőbeli tervek között már szerepel azonban 10 000 tonna fémhab éves gyártása is. Ennyi fért mai műsorunkba. A következő részig ötleteljenek, vessék a gondolatokat papírra és valósítsák meg azokat pályázati forrásokból. Elérhetőségeinket a képernyő alján már láthatják. Viszontlátásra! Látogasson el ön is Karcagra a június utolsó hétvégén az év gasztronómiai rendezvényére, a 11. Karcagi Birkafőző Fesztiválra.